Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. Ez a felvétel április 4-én jelenik meg. Ezen a napon a hold az indiai asztrológia szerint a Danista holdházban van. Ez jelent sikereket, magas célokat, és ezek a célok elérhetőek. Azt is jelentheti ez a holdház, hogy most lesznek fontos találkozások, fontos tárgyalások. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolataiban megjelenik a király és a királynő, ami ott felül látható. Egy vonalban vagytok egymással, hiszen mindketten uralkodtok. Mindketten uralkodtok a levegő eleme felett. Erre utalnak a kardok. Ezzel a karddal ő is elvág valamit, lezár valamit, és ha te egy hölgy vagy, te is elvágsz valamit, lezársz valamit. Ezek lehetnek félelmek. Ez lehet egy bizonyos helyzet. Lehet egy munkahelyi kapcsolat, hogy felmondatok a munkahelyen. Vagy azt is jelenthetik a kártyák, hogy lezártok egy bizonyos párkapcsolatot, vagy lezártok valamit a múltból. És miután ez megtörtént, akkor érezhető a szabadság érzete, a levegő eleme, hogy végre fel tudtok mindketten lélegezni, hiszen a nehézségeket magatok után hagytátok. A kartok jelentik az ötleteket is. Itt vannak közös tervek, ami persze megvalósítható. Amit a kép még jelent, fontos döntések, ő is döntések előtt áll, és te is. Amit még jelentenek a kártyák, az a kommunikáció. Beszélni fogtok egymással, és egy hangban lesztek. A bal oldalon látható képek utalnak az ő érzelmeire. Itt vannak a kelyhek, és a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. A 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik most az életetekben, és ez a terve. Ez lehet például egy család alapítás is. Egy kisbaba születése, de a kisbaba az jelentheti az ártatlanságot, a szép érzelmeket, vagy jelenthet egy újjászületést, jelenthet egy új kezdetet is. Alul az erő látható. Nála is megvan az erő ahhoz, hogy bebizonyítsa magát. Az is lehet, hogy te adsz számára erőt. Ez az erő lehet a belső erő is, a hit és a bizalom. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható. Itt megjelensz újra, mint egy királynő, tehát ő felnéz rád, megbecsül téged. Ezúttal a tűz elemét képviseled, hiszen kimutatod a bátorságodat, kimutatod a lelkesedésedet, és védeni tudod magadat. Az is lehet, hogy te irányítod a dolgokat abba az irányba, ami téged most lelkesít, és ő követ téged. Jobb oldalon az uralkodó nő látható, ez is te vagy, uralkodsz a helyzet felett. Én úgy érzem, hogy te irányítod most a dolgokat. Itt látható, hogy az uralkodónő terhes, tehát egy kisbabát vár, ez lehet tényleg egy kisbaba születése is,
De ez a kártya szimbolikusan azt jelenti, itt lesznek megújulások. Itt lesz egy újjászületés, lesz egy új kezdet. Hogy mi fűz össze benneteket, azt a magyar kártya mutatja, amit a férjem készített, a G betű. Most elgondolkozhatunk azon, mit jelent. Ez lehet név, például György, vagy például Gyöngyi. Lehet egy helység, mint például Győr. Vagy egy fogalom, hogy gyors kezdet, például ez jutott nekem eszembe. De írd le a kommentárba, hogy mit jelent számodra ez a betű. Középen van a régi írás mód, a rovás írás, ennek van egy szimbolikus jelentése. Ha én megnézem ezt a szimbólumot, nekem kármikus témák jutnak eszembe. Az egyenes vonal utal az élet útunkra, és itt vannak ilyen kereszteződések, döntések vagy találkozások, ahol valamit így kármikusan meg kell oldani. Lehet, hogy jelenleg pont erről van szó, hogy komoly döntéseket kellene hoznunk, vagy lesznek fontos események, fontos találkozások, valami vagy valaki keresztezi az élet útunkat. A napi energia jobb oldalon látható, ez a hölgy úgy sétálgat az erdőben. Lehet, hogy ez jót tenne most nekünk, egy kis séta, egy kis kirándulás, kiruccanás. A kezében ott vannak az érmék, és ennek is van természetesen jelentősége, hiszen odafigyel az anyagiakra, vagy odafigyel a munkájára. Az is lehet, hogy túl sokat dolgozott, és most kell a friss levegő, kell egy kis séta, kell egy kis kirándulás, de azért a gondolataiban ott vannak az érmék, az anyagiak, meg a munka, a hivatás, és itt fontos a szabadidő, és fontos a hivatást is élni, tehát ezt kell egy hangba hozni. Amit ez az út még számomra jelent a döntések, hogy ez a hölgy döntések előtt áll, és ez lehet például egy munkahelyi változás is. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Írd le a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a mai naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!